utána vágja, ez is lényeges. Ha most ez a vitorlanya még egyben van és stabil. Ha fölvágom, akkor már nem stabil, és annakra el tudna kezdeni mozdulni. Ezért először rajzol rá, és utána vág, vagy a vágás után már ne legyen sem. Nem sok szeletet rajzolhatok kivel. Most a vonal kevéssé látszik, de van olyan anyag, amit még ennyire se tehet. Viszont a szárirány az csak rázol kézben, nem úgy megy rögtön. Igen. Még egy másfél-két órát el tudtam volna beszélni, és a vitorlanyagokat is elővettük volna még, úgyhogy...